kedves szeretteinkre, lepjük meg őket szépen vasas termékekkel, pulcsikkal, mert hát jön a hideg, úgyhogy el kell öltözni. Közben a két játékvezetőről ugye még nem beszéltünk, ugye Berecki Miklós és Kovács Soma a két játékvezető ma, úgyhogy hát a játékosok igazán jó helyen lesznek. Szeged hozzá el a labdát. És ők vezethetik a mérkőzés első támadását. Kardos. Kürti, passzol ki, kapás oldalra Bóbis, ugye Bóbist jól ismerjük. Egy szép csavar. És baj Marcel talál be akcióból. Bemutatta szerintem a Szeged itt már másodperc alatt, hogy azért miért kell nagyon figyelni rájuk, meg miért kell őket nagyon komolyan venni. Azt mondta egyébként, most Lobanáni kicsit a mérkőzés előtt beszélgettem vele kicsit, hogy nagyon fontos volt, hogy erre a mérkőzés és motiválja a csapatot, hiszen ez a mérkőzés is ugyanolyan fontos a bajnokság szempontjából, mint a nagy rangadók. Igen, és talán az a szerb mentalitás, hogy amivel Nikics rendelkezik, biztos, hogy egyik ellenfelét sem nézi le, vagy kezeli le. És hát nem is szabadna. És nem is szabad. Közben Rangyalovics teszi be Vadovicsnak. A Vadovics harcol ki emberelőny Bóbisról. Úgyhogy nézzük a találkozó első emberelőnyét. Erdélyi. Bátori. Nagyon gyorsan jár a labda. Vadovics lő. És Gyaptyas kezei között. Vadovics oroszlán részt vállalt ebbe a találatba, hiszen kiarcolta a fort, aztán remekül lőtt a hosszúba. Igen, és emeljük ki azért azt kellett, hogy milyen gyorsan járt a labda, és milyen magasan voltak a vasas játékosok. De ahogy Faragó Tamás szoktam mondani, egy jó krimi volt ez az emberelőny. Én ezt akartam mondani, hogy ami valószínűleg Nikics védjegye lesz a csapatán, az az egyik ez, hogy gyors játék, kifejezetten forrókban, illetve hát talán az sem meglepetés, hogy ő nagyon preferálja a centerek megjátszását a támadásoknál. Hát ő maga is ugye világklasszis center volt, úgyhogy ezek már azért látszódnak egyre markánsabban a vasas játékán azok a dolgok, amiket ők kér. Közben egy hatalmas lövés Kardostól, de Mizsei védéssel mutatkozik be tehát. Fontos lesz, hogy Mizsei is elkapja a formát, és már Bruguljánnál a labda. Bedő vehet fel pozíciót. Bedő akcióba, és Gyapjast lövi telibe. Vagy mondjuk úgy, hogy Gyapjas állt jó helyen. Kürti. Mire nem kapkodja el a... És Kardos nem jutott végül labdához. Emberelőny is jön. Viszont Bedő harcol ki egy emberelőnyt. Hajdú Attila a kiállított játékos. Hajdú Attila is játszott a Vasasban egyébként. Közben már Vadovics jó helyzetbe, Bátori még jobb helyzetbe. És Bátori Bence be is vágja. Bátori Bence is szót kezdi megtalálni önmagát. Ugye az OSC ellen vezére volt a csapatnak, 3 gólt szerzett, és most is hamar feliratkozott a góllövő listájára. Igen, és azért jelzi ugye a mérkőzés nívóságát is, hogy azért Merz Tamás is kilátogatott, és azért, ha jól látom, a Ferencváros pár megfigyelője is részt vesz ezen a találkozón. Igen, hát a Fradi érthető módon érdeklődik most a Vasas iránt a következő hetek programját elnézve. Egyébként az OSC ellen a Kondorosi úton is ott volt a Fradi csapatának a nagy része, a játékosok is megnézték a meccset, és abban is biztos vagyok, hogy ugye tudjuk, hogy Fradi OSC mérkőzés rendeznek itt a Komjádiban ezután a találkozó után, hogy a Vasas játékosok is itt fognak maradni, és meg fogják nézni azt a nagy rangadót, úgyhogy ez egy tartalmas vízilabda est lesz. Igen, gyakorlatilag egy igazi szurkoló barát. Hát tényleg ma, mai nap tényleg csemege ide érkezni a Komjádiban, közben már a labdát szerez a Vasas csapat, és roboghat is. Azért sebesség, különbség úgy látom van a két csapat között, mert nagyon gyorsan érünk fel rendre a támadásokkal. Szatmári,
Szatmári nem lövi el. Erdélyi. Simonnak betett labda. Sajnos elhal a Vasas támadás végül. Igen, az mindenképpen jó jel, hogyha látod a frissességet a csapaton. Nyilván azért úgy kell felépíteni a munkát, hogy majd a Magyar Kupa 4-es döntőre vagy a jövő szombati rangadóra legyen igazán friss a csapat. Például a Peste is volt egy kondi edzés még, úgyhogy ezt nem lehet mondani, hogy teljesen rákönnyítettünk erre a Szeged meccsre, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy ne vennék komolyan ezt a mai feladatot. Igen, kicsit a formaidőzítés talán már a jövő hétnek szól. Tehát azért, ahogy beszéltük, ezt a Szegedet nem szabad félváról venni, mert bizony okozhat kellemetlenséget. Simon. Erdélyi. Átett labda túloldalra. Szatmár és Erdélyi játszik össze. Egyelőre nem lehet beadni. Szedlőmajernek bele kell állnia. Mondom most én. Most láthattuk, hogy az utolsó pillanatig kivárt a csapat a center megjátszásával, jött is belőle a végén, az előny Szatmári pedig könyörtelen volt. Így kell elkezdeni egy mérkőzést, hogyha nem akarunk izgulni. Igen, és nagyon jól ismerte fel már Szedlőmajer, ugye, hogy be kell adni centerbe a labdát, és Mezei pedig gyorsan kipasszolta Szatmárinak, aki gyakorlatilag begyalogolt vele és belőtte. Nikis pedig folyamatosan a kispadon ülő játékosokhoz fordul és magyaráz minden egyes szituációban, azért is még ez a kapcsolat, tehát hogy abszolút van mit mondani, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ennyire együtt él a játékkal és a játékosaival. Nikisnek egyébként nincsenek még testközelből emlékei a Szegedről, hiszen az még éppen az átmeneti időszak volt a kupa negyed döntő, amikor Máté Falvi Csaba ült a kispadon. Közben Mezeit viszik be centerbe, valószínűleg ez egy tudatos húzás lehet. Közben Bób is maradott, nagy lövés. Pont most akartam mondani, hogy azért Bób és Botlandot most nem kéne annyira megszóratni gólokkal, mint az előző mérkőzésen erre. Meg is szerezte az első gólját. Hát, nyilván egy nagyon tehetséges játékos, és hogy ezt már múltkor is elmondtuk a Vasas ellen. Fűti a bizonyítási vágy. Viccesen meg is kérdeztem a bátyját, Bób is Mátét, a vasasi fiedzőjét, hogy ő most melyik szektorba ő majd a hazaiakhoz vagy a vendégekhez. Közben a Vasas végezte el a középkezdést, és 3-2-es Vasas vezetés továbbra is, de a Szeged nem hagyja magát, és folyamatosan zárkózik a hazai csapathoz. Erdély. Mezei még majdnem okozott egy kis zavart a kipattanónál, de nem sikerült megszerezni a labdát. Közben Kardos már indítja pörgét. Bób is kapja nagyon szépen a labdát, és be tudja húzni, fejezni. Hasonló volt a helyzet egyébként ezen a kupa meccsen is, hogy amikor már azt hittük, hogy kicsit el tud lépni a Vasas, akkor egészen 3-4-en át a Szeged mindig visszajött, és fejezetten szép megoldásokkal operáltak. Hát azért bízzunk benne, hogy most talán egy kicsit hamarabb sikerül ezt a meccset szétnyitni. Minden vissza is érkezett egyébként Rangyalovics back pozícióba. Rangyalovics, Szatmári játszanak össze. Betett labda centernek, Mezeinek. És büntetőt harcol ki nagyon szépen. Mezei tudott befordulni emberével. A ítélet végrehajtója pedig Rangyalovics lesz. Nem is tudom, hogy láttuk őt már idén büntetőt lőni. Nekem nem rémlik, de valószínűleg nem fog zavarba jönni a feladattal. Rangyalovics. Hát az lehet, hogy zavarba nem jött, de kapufát lőtt.
Igen, és sajnos így marad a 3-3-as döntetlen állás, kicsivel több mint 2 perccel a első negyed vége előtt. Ugye az 5 méteresekkel voltak gondjaink kifejezetten a Szeged ellen, és egyébként azért az utóbbi hetekben már kicsit javult ez a statisztika. Most ez megint kimaradt. Ezen vékony és Bóbis passzolgat, közben egy nagy lövés, de Bóbis lövése nem talál utat most Mizsai kapujába. Érdekes kérdés egyébként, hogy majd a miért Rángyalovics lőtte ezt az 5 méteres. Lehet, hogy már itt 5 méteres párbajok is vannak a fejben, esetleg a kupa kapcsán is. Igen, arra egy gyakorlás. De ezt majd megkérdezzük az érintettektől. Rángyalovicsnak lőnie kell, és a kapufa menti meg most Gyapjast. Továbbra is maradt át a döntetlen állás. Ugye a Szeged is játszott hétközben az UVS ellen, ott mit láttatok rajtuk? Hát sajnos az UVS ugye gyengén kezdett az első negyedben, és gyakorlatilag onnan csak kapaszkodni tudott. Viszont megvoltak az UVS-nek az esélyei, végül ugye a Szeged tartotta otthon a 3 pontot. Tehát nyilván ugye az UVS és a Vasas azért az nem egy kategória, akármennyire is szeretnék az UVS-ések. Közben kardos maradott, kicsúszik a kezéből, így lövés nélkül fejeződik. Igen, és egyébként a Szeged egyelőre a tabellán masszív középcsapatként áll, hetedikek, ha jól emlékszem, tehát igen, mondhatjuk, hát, hogy várakozás felett szerepelnek. Igen, egyelőre Kis Csabával ugye nagyon jól szerepelnek, illetve jól vált be Kis Csabának a igen, és hát aztán van is fantázia ezekben a nevekben, akik a szegedi csapatot alkotják, de most nézzük a Vasas támadását. Szatmár és megint a Papufa nincs velünk most az elmúlt percekben. Valószínűleg ezzel marad is a 3-3, mert 5 másodperc van hátra az első negyedből. És valószínűleg Gyapjas fogja ráküldeni. De elkerülünk Mizsainak a kapuját. Véget állt az első negyednek. 3-3-as döntetlen állását fognak majd a csapatok labdára úszni. Egészen pontosan a Vasasból Vadovics Viktor, és az ellenféltől pedig Kürti Dominik. Azt elmondhatjuk, hogy az első negyed első fel az jól sikerült a Vasas számára, utána viszont a Szeged, azon belül is Bóbis Boton pillanatai következtek, úgyhogy szépen visszajött a Szeged 3-1-ről. Igen, hát mindenképpen javulnunk kell, ugye pontosítanunk kell ugye támadásokban, lövésekben. Ezen Vadovics sajnos nem tudja elhozni a labdát. Ugye, ilyen tekintetben a Szeged dominál, mert az első negyedben is el tudták hozni a labdát. Bóbis. Kürti és Lakatos passzolgat. Sikerül a kapás szélére. A Bruguján mellett nehéz lesz szóhoz jutni. Azt dobják a labdát. Egyébként látjuk is szerintem az elmúlt hetekben már, hogy az úgymond top csapatok azért, miközben játsszák folyamatosan a rangadókat, jobban meg tudnak izzadni egy előzetesen alacsonyabb helyre rangsorolt csapat ellen, tehát azért nyilván nem lehet itt minden meccsen 10 gólokkal nyerni. Egyelőre hátul megy a passzolgatás. Bedő kapja, és egy nagyon szép akciógól. Higgadtan megigazította a sapkáját is. Jól mégzett munka örömével. És ezzel megint átveszi a Vasas csapata a vezetést. 4-3-ra vezette át a Vasas együttesen. Hát ezt várja valószínűleg Szlobodan Nikic a centereitől, és biztos, hogy tud nekik sok újat mondani a hétköznapokban. Egyelőre a
szegedi center próbálják meg megjátszani, tehát egy Rangyalovics mellett nem lesz egyszerű beállni. Csapat egyébként megnézte, most még a héten visszanézték az OSC meccset, tehát azt mondta Nikics, hogy nem volt egy kellemes élmény az a videózás, de hogy nyilván muszáj volt, mert rengeteg tanulsága van annak, hogy sajnos, hogy alakult 3,5 perc alatt a végén egy 4 gólos előnyről XZ az a meccs. De hát nyilván most ebből már tanulni kell és előre kell nézni. Bob is kapja a labdát, Brugolyának kell majd felé menni. Lakatos. Kürti, betett labda centerbe, Bátori nagyon szépen tudott belenyúlni. Úgyhogy támadhat. Ez nagyon fontos, ezt is szintén úgymond a Nikics féle hozzáállás mutatja, hogy sokszor elmondja, hogy őt nem érdekli, hogy ki lövik a gólokat, neki ugyanit ér egy jó blokk vagy egy jó szerelés, mert az is a csapat számára ugyanolyan hasznos. Rangyalovics tette ki a szélére Erdélynek. Egy ajtóablak helyzetnek tűnt innen. Sajnos Erdély csak a kapufát találta el. Erdély Balástól még várjuk a első találatát a meccsen. Egyébként 4 különböző játékos szerezte a Vasas góljait. Vadovic, Szatmári, Bátori és Bedő. Kürti a labdával. Betett labda a centerbe, és Mizsei, illetve Vadovics páros tudta szerelni Bajmarcát. Kapáson egy kiállítás. Bátori akár meg is lóghat. Brugolyán észrevette, csak nem volt teljesen pontos a passz. Most akár Brugolyán vissza is kaphatja, és akár be is léphet vele. És de nagyon védett Gyapjas. Jó, nagyon nagy passz volt Rasko Brugoljántól. Nagyon önzetlen volt. Sajnos Vadovics lövését védte Gyapjas. Lein Weber próbál meg Faltot kiharcolni, de a kapusig nem jutott el a lövése. Most stabil abszolút a Vasas védekezése. Elő kellene, ahogy mondtad is, a helyzetekkel jobban sáfárkodni. Rangyalovics. Még mindig sok idő van hátra a támadásból. Erdélyi. Draskó. Ki a szélére? Vadovics. És nagyon szépen lövi ki a hosszú oldalt. Draskó Brugolyán bízik Vadovics Viktorban, másodszor is adatta neki, és bal kezesünk remekül találta most meg a rést. Úgyhogy ő most már ezzel 2 gólos. És Vadovics meg is hálálta a bizalmat. És jöhet is pihenni Vadovics Viktor. Közben Nikics forgatja folyamatosan csapatát egyébként. Gyakorlatilag Magyar Bencén kívül már mindenki volt vízben. Igen, azt hiszem ez egy fontos célja lehet ennek a meccsnek, hogy mindenki legyen vízben. Bób is. Ebranislav Mitrovics az, aki még nem volt vízben, de valószínűleg nem is lesz. Tóth és Lakatos passzolgat, és egy nagyon szép Mizsei védés, nem is pattan el tőle. Igen, hát onnan jöhetnek lövések, azt Mizseinek meg kell oldani, ha csak nem találja el nagyon jól a lövőjátékos. Brugolyán teszi ki, és Szedlmajer mehet befele. Átett labda Zerénvárinak. Szatmári. Draskó, nagy lóba, nagy lövés, visszapattan a mezőnybe, és marad a labda a Vasasnál. Egy labda nélküli kiállítás. Nézzük a Vasas emberelőnyét.
Zerénvári, Szeldemajer. Szélét próbálta meg rálőni a széléről. Nem tudta meglepni az ellenfelet. Továbbra is két gólos Vasas vezetés. És Lakatos húzhat a labdával. Lakatos, nagy lövés. Visszapattan a Szegedhez a labda. Látjuk, hogy Nikics mellett sokszor Branislav Mitrovic is hangosan irányítja a védekezést. Nyilván nem tud ő se a bőréből kibújni, és a kispadról is. Próbálja irányítani, segíteni a társakat. Mezei fogta meg egy picit a kelleténél jobban a védőjét. Kovács játékvezető fújt kontrát. Draskó Brugujan a kiállított játékos. Szegedi emberelőny. Láttam, ezen még kicsit Kis Csaba is meglepődött, a vendégek mestere. Gyakorlatilag Hajdú lövését pedig Mizsei nyeli le. Igen, most nem csúszott át ott a kezei alatt. Fontos védés volt. Talán rossz kézen lehet egy minimális forja ott a Vasasnak. De Vadovics léphet közelebb. Csak 6 másodperc maradt a támadásban. És Simon lövését védte Gyapjas. Most kicsit lassan ért fel a Vasas, de egyébként is elég komoly felleúszkálás megy, úgyhogy nem csoda, hogy fáradnak a játékosok. Igen, már 1 percen belül vagyunk itt a második negyedben. Mindkét csapatnak jól fog jönni ez a hosszú pihenő. Egyelőre, ha csak ezt a negyedet nézzük, akkor 2-0-ra a Vasas vezet. Nagy lövés, és Simon kap bele egy remek blokkal. Szinte végig tudja támadni a második negyedet a Szeged. Ja, csak nem lesz kontra, de úgy tűnik a szegediek is okosan akarnak gazdálkodni az idővel. Betett labda centerbe, és Horváth nem tudott. Így viszont még maradt 18 másodperc a Vasasnak. Igen, és azért a Vasas játékosok most be is kapcsolták a rakétát fölfele. Igen, ebből még azért valamit ki lehetne hozni, legalább egy jó lövést. 8 másodperc, Vadovics. Vadovics rá is lőheti, nagy lövés, hatalmas gól! Ez igen. Kár lett ma, lepörög az óra, és nem látjuk ezt a fantasztikus Vadovics gólt. Hát Vadovics is hasonlóan gondolkodott, mint te, és hát jól tette. Remekül talált be Faltból, 3 másodperc maradt második negyedből, lövés már nem lesz, le is jár az óra. Elmondhatjuk, hogy Vadovics extrát nyújt a miénknél, meg azt is, hogy ezt a negyedet azért elég jól sikerült abszolválni, 3-3 után 6-3 a nagy szünet. 6-3-ra vezette át a Vasas, innen jövünk majd vissza a reklámok után. Vissza is csatlakoztunk ide a Komjádiuszodához, és hát továbbra is buzdítjuk kedves szurkolóinkat, nézőinket, hogy hát csatlakoznak a Vasas Viber csoportjához. Utána pedig rögtön rendeljenek a Vasas versenyben. Így van, gondoljunk szeretteinkre, ugye közeledik a karácsony. Egész biztosan örülni fognak ott a Vasas termékeknek. Közben megint egy ráúszás, és hát harmadjára is a Szeged csapata hozza el a labdát. Úgyhogy ők vezethetik a harmadik negyed első támadásán. Tóth. Lakatos és Tóth passzolgatnak. Kőkemény szorosba váltott a Vasas.
Hajdú. Betett labda centerbe. Egy csavar, és Mizserinek kellett észnél lennie. Brugoyan. Ranjalovics. És a hajrá Vasas is felhangzik a maroknyi Vasas tábor részéről. Draško, Ranjalovics maradhatott. Ranjalovics közelebb lép és nagyon szépen bombázza be fej fölé. Remekül lopózott közel. Ezzel 7-3 és Ranjalovics is feliratkozik a gólszerzők közé. Erdély. Kürt és Tóth. Leinweber. Draško fajtolta őt. Brugoyan blokkolt. Igen, egy pillanatra nagyon furcsa hangja volt a blokknak. Feltettem Brugoyan, nehogy ott rosszul kapjon bele a labdába, de Draskót nem lehet ennyire könnyen hatástalanítani. Kipróbált harcos ő. Most már egy gólpaszt is ad. Fantasztikus összjáték Brugoyan és Bátori. Hát a passznál már csak gyakorlatilag Bátori láptempója volt jobb, hogy két védő közül így ki tudott emelkedni. És úgy tűnik, hogy sikerült 3 gólon megállítani a Szegedet. Ez a 8-3 azért már egy komoly különbség. Ráadásul gyönyörű gólokat láthattunk, gyönyörű vasos gólokat itt az elmúlt percekben. Ezzel már 8-3 a Vasas javára. És talán most, mintha egy kicsit megtörni látszik a Szeged csapata. Igen, még azért ne kiabáljuk el, mert tényleg nagyon szívós csapat, de és azt gondolom, hogy sikerült őket. Hát mondjuk ilyen labda lehúzásokkal, mint amit most Brugoyan bemutatott, nem csodálom, hogy csökken a hitük. Igen, azért Draško lábtempóját talán nem kell bemutatni a szegedi játékosoknak sem, meg a kedves nézőknek. És úgy tűnik egyébként, hogy támadásban is kifejezetten élvezik a Vasas játékosok ezt a mai estét. Mezei kapja meg centerbe a labdát, és emberelőnyt is harcol ki. Megint megpróbálták nagyon gyorsan Vadovicsal megjátszani. Csak nézem a passzokat, mert igen, nem akarok nagy szavakat azt mondani, de ez már örömvízi labda volt, amit most ennél a támadásnál láttunk, és végén Bátori pattintotta be. Hát nagyon szép összjáték volt. Én már 4-jel ezelőtt előttem volna az egyik helyzetet, de a Vasas játékosok nagyon türelmesek voltak, és nagyon szépen végigpasszolták, aminek gól lett az eredménye. Úgyhogy Bátori Bence felzárkózott Vadovics Viktorhoz, és most már ő is 3 gólos. Hajdú. Már 6 gólos Vasas vezetés. Nagyon szépen alakul ez a mérkőzés Vasas szempontból. És ugye beszéltünk ugye támadásról, hogy milyen szép passzok vannak, de említsük meg a védekezést is, hogy azért ezt a szegedi csapaton 3 gólon tartani itt a harmadik negyedbe azért. Az egy nagy teljesítmény már önmagában. Igen, abszolút, abszolút jól működik a védekezés, és hát igazság szerint Mizseire se lehetett az eddigi meccseken se panasz, amikor beszállt, abszolút jól védett mindig, és most is hozza magát. Ezen Bátori kapja a labdát. Betett labda Mezeinek, talán egy picit hosszabb volt, Mezei nem ért el. Hogy Gyapjas adhatja ki Lakatosnak.
Hajdú. Nagyon faltot akart kiharcolni. Nem is kapott rá ítéletet, és mintha Vadovics ott szaporázná elől a tempóit. Vadovics kapja elég szűken, inkább kiadta. Kapáson Erdélyi, és egy hatalmas blokk Kardostól. Nem maradt még ugye idő a lövés után. Egy nagy lövés, váratlan lövés, de gyapjas. Figyelt, nem tudta őt megjelni Rangyalovics. És már Kardost indítja itt rossz kézoldalt. Hajdú. Nem irigyeltem Hajdút ott Rangyalovics és Bigulján között, de megoldotta a feladatát, Szeged jöhet forban. Megdolgozott érte az egészen biztos. És Kis Csaba. Igen, szerintem azért is jól jön a Szegednek az időkérés, mert úgy látom, hogy kicsit azért fizikailag is felörlődtek itt a elmúlt percekben. Hososnak pedig abban a szempontból ideális a helyzete, persze ebben sajnos az is benne, majd búcsúztunk az Eurókupától, hogy azért most viszonylag nyugodtan tudtak Slobodan Nikicsel dolgozni az elmúlt hetekben. Hiszen nincsen nemzetközi kupa érdekeltségünk már. Igen, és ugye ezt említettük a kedves nézőknek, ugye, hogy nagyon fontos mérkőzések várnak majd ugye a Vasas csapatára itt még karácsonyig. Lesz majd egy UB1-es mérkőzés ugye a Ferencváros ellen, igen, amit jól tudok, Ennél Sport is közvetíti élőben, illetve ugye Sopronban pedig. 4-es döntő Magyar Kupában, és ott is szintén ugye a Ferencvárossal találkozik. Igen, hát ez már kevesebb, mint 2 hét múlva lesz. A Magyar Kupa Final Four. Lakatos. Kürti nagyon ott marad, és talán mint a Mizsei is beleért volna. Én is úgy láttam, de akkor a saját statisztikánkba írjuk majd bele. Jobb, hogy a játékvezetők ezt most nem így látna. Közben már Zerén várja elő. Ketten is rajta vannak. Nem lövi el. Simon. Simon és Szedlmayer passzolgat. Simon lő, és a kapufáról kifele pattan, vissza szerezzük a labdát, újabb 20 másodpercet támadhatunk. Picit pontatlan passz. Még egy pontatlan passz. Magyar maradott a szélén, és Magyar lövése pattan vissza. Hogy megint 20 másodpercig támadhat a Vasas. Szedlmayer. Tőle centerben nem igazán lehet bejátszani. És Simon adta nagyon szűken. Zerénvárinak sajnos nem alakult ki ebből komolyabb helyzet. Szóval számon visszanéztem, hogy Bóvics Botton mikor őt a Szeged gólját, most már 16-17 perce góltalan Mizsei kapuja, azért ez egy jó statisztika. Gondoltam, hogy most pont, hogy mondom, akkor meg is szerzi a Szeged a negyedik gólját, de szerencsére nem így lett. Igen, nagyon szépen védekezett Szedlmayer, aki most éppen a labdával úszik fel. Egyelőre nem támadja senki őt. Akkor az kapura kell lőni. Szedlmayer soklóba. És egy kontrabent középen. Ez bosszantó. Azért sokszor nagyon közel engedik a masos játékosokat a kapuhoz a szegediek. Ez nem biztos, hogy egy kifizetődő dolog számukra. Itt van egy labda nélküli kiállítás. Magyara kiállított, úgyhogy ember hátrány. Kettes szegedi fort láthatjuk. Lakatos, Bóbis, nagy lövés és egy remek blokk. És lehet, hogy meg is tud úszni ebből a Vasas.
Sandemeyer is bedő van elől. Sandemeyer is bedő. Sajnos nem figyelte a labdát. Mégis egy szép összjáték lett volna. Bedő pont a helyet csinálta magának elől. Még egy Szeged támadás biztos, hogy fogunk látni. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor még talán egy vasas próbálkozás is lehet. Kürti próbál meg faltot kiharcolni. A falt nélkül is egy jókora lövést engedett rá. És most még egy vasas időkérés. És itt a harmadik negyed vége előtt kér a vasas időt. Nyilván azzal a nem titkolt szándéka, hogy megszerezzük a tizedik gólt is, még itt a harmadik negyedben. Ja, az fontos tudni, hogy Szlobodánik is, bár tényleg kifejezetten jól beszél magyarul, és abszolút ért is mindent magyarul, de angolul kommunikál ilyenkor a játékosokkal, nyilván ő is azért komfortosabban el tudja mondani ezekben, pláne egy ilyen meccs közben, egy olyan szituációban a mondandóját. Igen, és hát egyébként várjuk majd, hogy mikor tart majd Nikics magyarul majd sajtótájékoztatót, mert egyébként ezt itt egészen biztos vagyok benne, hogy azért ő már beszél olyan jól, hogy... Tudna egyébként, de... Azt mondja, és szerintem ez egy teljesen elfogadható dolog, hogy úgy érzi profinak, hogyha egyelőre még angolul fogalmazza meg a gondolatait, hogy sokkal jobban el tudja úgy mondani, és magyarul azért még keresné a szavakat, de meg tudná oldani ezt a kihívást is, mert tényleg jól beszél magyarul. Ezben 4 másodperc van hátra, és hossza mindenit, Vadovics. Hát Vadovics Viktor videós portfóliójában ma be lehetne vágni néhány jelenetet. Ezzel meg is szereztük a tizedik gólunkat. Úgyhogy ha már sajtótájékoztató, akkor nekem Vadovics Viktor lesz majd a jelöltem, hogy nyilatkozzon a mérkőzés után, mert remekül vízilabdázik. Remek játékkal tehát továbbra is vezet a vasas csapata. Újabb nélküli negyed. 10-3-ra, innen jövünk majd vissza a reklámok után. Utolsó negyedre. És hát azt hiszem, hogy így jó egy negyedbe belekezdeni, hogy azért teljes nyugodtsággal várhatjuk ezt az utolsó 8 percet, mert 7 gól a különbség. Első negyed végén lőtt utoljára gólt a Szeged, úgyhogy minden nagyon jól alakul, szép gólokat láttunk, úgyhogy most már csak be kell ugyanilyen szépen fejezni. És Braško Brugulján lévén el is hozzuk a labdát a találkozón először. Úgyhogy nyilvezethetjük a negyedik negyed első támadását, 7 gólos a vasas vezetésnél Brugulján. Brugulján is Bátori passzolgat. Bátori Bence se akar Vadovics Viktortól lemaradni góllövésben. Nagyon gyorsan jár a labda a hátsó hármasban. Brugulján, betett labda finoman centerbe, Mezei, és pont Gyapjas kezébe. Pedig Mezei megoldotta, amit kellett. Igen, mondhatjuk, hogy a nehezén már túl volt. Szépen lerázta magáról a vévőt. Kardos, betett labda centerbe. És Mizsei látta inkább jobbnak, hogy kiüsse a labdát. Úgyhogy szöglettel folytatódhat a találkozó. 20 másodperce van ugye az új szabályok szerint a Szegednek. Betett labda Bóbisnak. Bóbis és Mizsei zárta nagyon szépen a szöget. Nem szép ilyet mondani, de most már talán lassan mindkét csapat várja, hogy lepörögjön ez a
negyed, de azért még bízunk benne, hogy látunk szép vasas gólokat. Ebben Bátori kapja a labdát. És Draskó betett labdája volt, egy 15 centivel rövidebb sajnos, Bób is pont bele tudott így már kapni. Kardos hozhatja fel, tovább teszi Lakatosnak. Betett labda a centerbe. És forból Szegedi próbálkoz. Emberelőny következhet. Nézzük a szegedi emberelőnyt. Hajdú és Lakatos. Kardos. Baj! És egy hatalmas mizsei védés. Simon várt ott a sarokban. Egy picit többet a kelleténél. Brugulján. Vadovics a szélén, betett labda Mezeinek. Nincsen ítélet. És ha jól látom, Draskó Brugulján fog kiállni. Kis Csaba kér tehát ugye időt. Emberelőnyben támadhat majd a szegedi együttes. Nézzük tehát a felállt szegedi támadást. Gyapjas kapja. És ő teszi előre már Bóbisnak. Kardos. Lakatos. Áttett labda a túloldalra. Egy betett labda a fához. Továbbra is sikerül. Ez a passz, igen. Nem kihúzni, volt a legjobb megoldás. Kapott gól nélkül. És már lassan eltelik a negyedik negyed fele is. Még nem láttunk gólt ebben az etapban. Kicsit talán most már vasas játékosoknál is lankad a koncentráció meg a figyelem. Ezt mondjuk ilyen helyzetben azért meg lehet érteni. De valamennyire egy emberi szokás ez. Megint emberelőnyben támadhat a Szeged. Bóbis. Már csak 4 másodperc, nagy lövés, és egy remek blokk. Egyelőre nem jövünk zavarba attól, ha ember hátrányban kell védekezni. Abszolút nem, és hát ahogy te is említetted, már nagyon régóta nem talált be a szegedi csapat. Szerintem már ott meg is száradt a háló. Mizsei mögött Bátori átteszi a túloldalra Simon. Zerénvári tovább tudja adni, picit pontatlanul és hosszan. Most itt nem a viszilabda legnagyobb szépségeit vonultatják szóval a csapatok ebben a pár percben, de hát azért belefér ez is. Kapáson Bóbis. Hajdú kapott ott a szélén egy faltot. Vékony és Kardos hátul. Akár ezt lőni is lehet. Nagy lövés és becsúszik. Becsúszik végül az a labda. Újra vizes lett a háló.
ezzel megszerzi a negyedik gólját a szegedi együttes. Minden esetre ne legyünk tehetetlenek. Abszolút, ettől függetlenül még azért jó lenne ebben a negyedben is látni egy-két vasas gól, de itt tényleg az volt a lényeg, hogy a magabiztos különbséget sikerüljön kiépíteni, és az abszolút sikerült megoldani. Első negyedtől kezdve gyakorlatilag tényleg nem nagyon kellett izgulnunk. Közben egy kontrabent középen Bedő ellen. Hát kapura lövésre sem volt lehetőségünk most az elmúlt néhány támadás során. Igen, és a Szeged támadhat, illetve tovább szépíthet. És közben ott a sarokban már az OSC és a Fradi játékosait láthatjuk. Gyülekezni majd ugye a 8 órától kezdődő mérkőzésre, betett labda centerbe, és Erdélyi védekezik tanítani való módon. Két és fél perc van hátra a találkozóval, és Zerénvári hozhatja a labdát, és 5-5-ben támadhat a Vasas. Igen, Erdély visszaúszott baj Marcelhez. Zerénvári akár lőhet is, Szatmári lő, és Gyapjas véd nagyon szépen. Igen, Gyapjasnak is egyre javuló a teljesítménye a vendégek kapujában, így a meccs végéhez közeledve. Zerénvári kapja, újabb ugye 20 másodpercig támadhat a Vasas. Zerénvári és Erdély van hátul. Zerénvári nem áll bele, Szedlmayer. És el is dobja a labdát, sajnos nem jutunk. Ismét áll lövésig, igen. Lövésig, igen, egész pontosan. Tényleg azt gondolom, hogy remek 3/4-et láthattunk, úgyhogy most senki nem fogja kárhoztatni a mieinket azért, hogy az utolsó negyed nem sikerült annyira jól. Nagy lövés hátulról és Tóth lövése kerüli el a kaput. Közben Mizsei passzol Szatmárinak. Egy pillanatról úgy tűnt, hogy 4-4-es szituáció alakulhat ki, de azért aztán visszaúztak a szegediek. De már csak 10 másodperc van hátra a támadásból. Szedlmayer, betett labda Bedőnek, nagyon szűken. És egy picit rövid volt, sajnos Bedő már nem tudott érte nyúlni. Mérkőzés utolsó percéhez érkeztünk. És Kürti kapja a labdát. Valószínűleg nagy csodák már nem fognak történni a vízben. Ahogy utaltam is rá, kicsit már úgy becsületből játsszák itt az utolsó perceket a csapatok. Most hát ha Nikisnek van rá lehetősége, hogy kikérje az utolsó idejét, akkor él vele. Él vele, így van. Nem biztos, hogy ez lesz a meccs utolsó támadása. Hiszen még 46 másodperc hátra van. Nyilván az is kérdés, hogy kap-e Ford a Vasas. Ahogy már egyébként említettük, ugye a harmadik negyedben, a negyedik negyed elején is ugye élvezzük ugye a Vasas játékát, és hát szerezzük meg ebben a negyedben is a mi gólunkat. Mert tényleg azért azt elmondhatjuk, hogy ez a Vasas a mai nap nagyon jól játszik. Ugye az első negyedben volt talán egy kisebb ébresztő. Igen, és azért azt hangsúlyozok, hogy ez a Szeged egyáltalán nem egy rossz csapat, tehát azért ez nem magától értetődő, hogy ilyen simán legyőztük őket. És két centerrel bent a Vasas. Na nézzük, Szatmári és Rangyalovics van hátul. Szélén pedig, rossz készén pedig Gruguján.
betett labda centerbe. Sajnos szerintem fogjuk fel ezt úgy, hogy nem akarunk már itt a Fradi játékosoknak sok mindent mutatni a jövő szombati mérkőzés előtt, hogy egy kicsit lejjebb csavarta a tempót a csapat. Vékonynak lesz majd még egy lövő lehetőség, egy hatalmas lövés. Rangyalovics kezén. Lepereg az óra. Lepereg. Egy remek mérkőzést láthattunk itt a Császár Komjádi Béla sportuszodában, amit végül azért nagyon magabiztosan nyert meg a végére a Vasas csapata, és így innen várhatja majd ugye a jövő heti